Ja, felvétel. Ja, mert nem számol. Akkor egy kis édesem. Ez nem számol, ez van. No, igyel akkor egy kis édesem. Tudom, mikor megyünk, három megyünk. Mert hova mentek háromkor? Focizni akarnak mi akkor. Ja, hát ja. Akkor majd vezetik fölé. Hova? Imike, boldog új évet mindenkinek! Boldog új évet! Csirió, brió! Boldog új évet! Boldog új évet! Akkor feljét itt. Mamát is újra. Hónap. Hónap is van. Jó. Akkor ebből is legyenek ezt a mamát is. Mamát is. Ó, Istenem. Ja, ugye már a fiatalok mondták, hogy nekik a kutya nem kell, mert csak ott útla van. Meg annyira le van sok, vagy le volt soványok a szegény szint, csak a csomó meg a bőr volt. Viszont a Borsos Peti etette, hogy azt mondta, hogy úgy el kell adatni, mert bánatában is én gondoltam. Aztán el voltunk. Úgy szétverték a házatot volt a kermekség is, kiverték a fürdőszoba előtt, ott volt ez a beépített szekrény, akkor kiverték a spejz falát, az üvegfalat, levették a lépcsőt, ugye, amit a felelőn teljesen szétve, a fürdőszoba az teljesen szétve, hát most az egészet újra csinálják, tehát teljesen újra. Egyedül a nagyszobában, ahol mi szobánk volt, egyedül ott nem bontottak még semmit, mert be van egy asztal, meg a munkásoknak úgy ottam. Igen, mert nagyjuk azok a szobák, és szerintem kisebbeket fognak csinálni. Nem tudom. És az emeletet? Szerintem ott nem voltunk fel, ugye, mert a lépcsőt elbontották, szerintem ott nem csináltak még semmit, és szerintem azt a utára. De azt mondta is a srác, hogy már amikor nézegették, hogy teljesen át fogják alakítani. Ugye a fürdőszobában ugye belógott az a kis beépített szekrény, az előszobában volt, azt teljesen kivették, úgyhogy most a fürdő az nem ilyen elalakul lesz, hanem ugye rendes nézszögletes. Meg a konyhában az ablakot ki akarják venni, oda egy kis ajtót akarnak rakni, ki